Üdvözöllek! Időnként előfordul, hogy valakinek fájlt szeretnénk átküldeni, vagy fájlokot, vagy akár egy teljes mappát és annak a tartalmát. Hát erre használunk többféle megoldást, kisméretű fájlok esetén akár e-mailben is átküldhetjük, vagy feltöltjük valamilyen fájl megosztóra. De hogyha ezt nem szeretnénk, hanem szeretnénk mindenképpen közvetlenül átküldeni, mindenféle különösebb erőfeszítés nélkül, akkor arra olyan nagyon sok megoldás igazából nincsen, mert például átküldhetjük valamilyen üzenetküldő szolgáltatáson, mondjuk a Skype-on keresztül, csak ott még már file méret limit is van, meg nem is mindig túlságosan gyors, plusz mappát nem is lehet küldeni, csak hogyha betömörítjük egyetlen fájba. Ezért most megnéznénk egy olyan weboldalt, ami lehetővé teszi, hogy mindenféle regisztráció, program, meg egyéb használata nélkül át tudjuk küldeni a fájlokat. Ez a streambin.pl. Korábban amúgy már néztünk egy hasonló weboldal, csak ott mappákat nem igazán lehetett küldeni. Ezzel viszont mappákat is lehet küldeni, meg fájlokat is. Ez úgy működik, hogy itt van a Select File, meg a Select Directory. Nyilván, hogyha erre kattintunk, akkor egy fájlt be tudunk tallózni, vagy akár többet. És akkor itt rögtön megjelenik egy link, erre, hogyha kattintunk, akkor ez ki is másolódik a vágólapra. Hogyha nem másolódna ki, akkor csak kijelölődik, és akkor a Ctrl-C-vel kimásolhatjuk, vagy jobbegér és másolás. Ezt a linket kell megadni annak, aki szeretné letölteni a kérdéses fájlt. A másik módszer, hogy egyszerűen egy fájlkezelőből a bereglet nyomva tartva áthúzzuk ide, és akkor itt megjelent egy újabb fájl, meg annak is egy link. De akár a mappát is tudunk így átküldeni, kattintsuk erre a gombra, betallózzuk a kérdéses mappát, mondjuk ezt, 87 fájl került kiválasztásra, és akkor ezt az egész mappát le tudják tölteni tőlünk egy zip fájlban egyetlen fájlként, ahhoz ez a link kell, vagy ha ide kattintunk, akkor magát a mappát is el lehet érni ezen linken keresztül, és itt is van a zipként történő letöltés linkje. Meg itt vannak az egyes fájlokra mutató linkek szintén. Ez így igazából ennyi, amire oda kell figyelni, most visszaváltok ide a transferre, hogy amíg a fájlátvitel nem zajlott, addig ezt nem szabad bezárni, ezt a weboldalt. Illetve itt azt tanácsolják, hogy ez a böngésző lap maradjon az aktív, tehát ne váltsunk át másik lapra. Hogyha lezajlott az átvitel, akkor ezt nyugodtan bezárhatjuk, és akkor utána már nem tudják tőlünk letölteni a fájlokat, vagy éppen a mappát. Tulajdonképpen ez megbízhatónak mondható ez a weboldal, de azért olyan nagyon érzékeny adatokat, fájlokat nem feltétlen célszerű ezen keresztül átküldeni. Persze ez igaz arra az esetre is, hogyha valamilyen fájl megosztóra szeretnénk feltölteni a fájlokat, amik érzékeny, vagy személyes, vagy bizalmas céges adatokat tartalmaznak. Ilyen esetben nem feltétlen javasolt az ilyen fájlküldők, vagy fájl megosztók használat, de amúgy egyébként használható gyorsan és egyszerűen.